13 nappal ezelőtt ütközött össze a Hableány és a Viking szállodahajó. Most az elmúlt csaknem két hét eseményeiből mutatunk összefoglalót. Május 29-én este ütközött össze a Viking hajója a Hableánnyal a Margit híd alatt. A városnéző hajó gyakorlatilag 7 másodperc alatt elsüllyedt. A fedélzeten 35-en voltak, 33 dél-koreai turista és a két fős legénység. Ekkor 7 embert sikerült kiemelni a vízből. Néhány órán belül több holttestet is találtak, volt amelyet több kilométerre a baleset helyszínétől. Az azóta eltelt napokban egymás után kerültek elő az áldozatok. Keresésükbe még kutyás csoportok is becsatlakoztak. A Viking kapitányát őrizetbe vették, később pedig előzetes letartóztatásba került. Felmerült a gyanú ugyanis, hogy adatokat törölt a telefonjáról a baleset után. A szállodahajót átvizsgálták, az utasokat kihallgatták, majd a hajót végül elengedték. Nem sokkal később a dél-koreai kormány hivatalosan is kérte, hogy a magyar hatóságok foglalják le a hajót. Közben a búvárok folyamatosan merültek, de olyan erős volt a megáradt Duna sodrása, hogy még az egyik búvár is veszélybe került. Közben Budapesten nem volt olyan nagy daru, amely elbírná a roncsot, ezért Komáromból érkezett a Clark Ádám. Ha már a kötelek bent vannak a helyükön, akkor a kiemelés az pár órás munka. Igazából az a kérdés, hogy a hajó hogy viselkedik a fenéken, mikor elkezd szakadni a fenéktől. A daru napokig nem tudta megközelíteni a Margit hidat, végül pénteken ez is sikerült. Másnap a TEK közölte, hogy az utolsó fázisához ért az előkészítés, de több kritikus szakasza is lesz az emelésnek. Most a befűzések annak a feltételének a megteremtése, a lehető legpontosabban és az emelési pontok kialakítása, mert úgy tűnik, hogy ez egy kritikus feladatsor, és utána igazából, hogy a roncs hogy fog viselkedni akkor, amikor az emelés megkezdődik. A búvároknak gyakorlatilag nulla látási távolság mellett, mint egy mosógépben úgy kellett dolgozniuk a beszámolók szerint. A Magyar Búvár Szakszövetség szerint komoly lelki nyomás volt a búvárokon. Nekünk panaszolta el, hogy annyira kimerült a víz alatt, hogy átölelve az áldozatot lefeküdt az aljzatra, ott pihent, megközölte a parton lévőkkel, illetve a búvártagon lévőkkel, hogy egy kicsit pihen, mert egyszerűen képtelen följönni, és úgy a karjában jött fel az áldozattal. Úgyhogy nagyon kemény nyomás van a búvárainkon. Közben a hosszú hétvégén ismét Magyarországra érkezett a balesetben résztvevő Viking, de Visegrádnál kikötött. Láthatóan kijavították és lefestették a sérüléseit. Úgy tudjuk, hogy bár tervben volt a budapesti látogatás, végül visszafordulnak Visegrádról.